Zahid Mehmud az indiai Kasmír Pakisztán által elfoglalt részéből érkezett Magyarországra 2010-ben menekültként. Élt Norvégiában is, ahol sofőrként dolgozott, de aztán visszaköltözött Magyarországra. Különféle vállalkozásokat indított, és a Népszínház utcában ma már számos üzlet tulajdonosa. Az övé többek között a 2016-ban nyitott Kasmír bazár és a Kasmír étterem, de van az utcában fodrászata és mosodája is. 2021 nyarán támogatta a Népszínház Kasmír Fesztivál szervezését, amelynek keretében multikulturális gyerekprogramokat, táncos programokat és koncerteket is szerveztek. Amikor itt érkeztem, utána ez nem én úgy igazán, én nem indultottam. Feleség akkor mondta, csináljanak ide egy élelmiszerbolt. Ez feleségnek volt fejebe, de most igazán elváltunk, most nem vagyunk együtt, de utána én megtaláltam hely. Akartam Kruton, de utána itt sikerült a Népszínház utcába. De itt próbáltunk, de nagyon picsi volt, de lassan. Utána édes testvérem is érkezett ide, Dubaiból. Úgy gondolkodtunk, hogy mi igazán mi Kasmírból vagyunk, és akartunk olyan multikultúra fesztivált csinálni. Ez nem ez picsi volt, de ez próba volt. De jövőre mi hozunk több étrem ide hozunk. Abból úgy gondolunk, aki magyar koniha legyen, kurtos kalács, vagy kínai étrem is bele legyen, indiai is legyen, ez multikultúra csináljunk ide, mert egész részt csinálunk étrem, egész részt aki kasmíri ruha, magyar ruha, indiai ruha, ezek vegyesen henna is raktunk, azokat is, egy oldal olyan raktunk. Igazán nagyon boldog vagyunk, összes család boldog vannak, összes kollégák, akik itt dolgoznak, összes vagy ismerősek, mindenki, és több emberek, akik itt lakók vannak, azok több sok ismerem most, azok is gratuláltak sok mindenki. Sokat jöttek, gratuláltak, hogy nagyon köszönöm is rendben, és nagyon boldog vagyunk arról is. Józsefvárosi közösségekért díjban részesül Zahid Mahmud.